Az SMS párt, vagyis Seres Mária szövetségesei tartottak sajtótájékoztatót Sátoraljaújhelyen. A párt vezetőjét az országgyűlési képviselőknek nyújtott költségtérítés elszámoltatásáról szóló népszavazás kapcsán ismerte meg az ország. Most pártjával a politikai mérleg nyelve szeretne lenni. Szerintünk nem normális dolog, hogyha egy pártnak van meghatározó túlereje. Egy képviseleti demokráciában az a jó, hogyha színes a kínálat, és arra kellene törekedni a pártoknak, illetve mi ezért szeretnénk bekerülni a parlamentbe, hogy a 4 évet ne arra használják, hogy egymás ellen dolgoz, hanem partnerek legyenek egymással, ami most még egy kicsit ilyen utópisztikusnak tűnik, hiszen én azt szoktam mondani, hogy a választási kampány nem pár hétig tart, hanem 4 évig. A mindenkori ellenzék azzal van elfoglalva, hogy ostorozza a kormánypártot, a kormánypárt pedig semmilyen konstruktív indítványra nem lép, mert azt ha az ellenzék adta. Tehát ezt a harcot kellene befejezni, mert mindannyiunk érdeke, hogy egy egység legyen ez az ország, és ne megosztott. Az SMS-nek 67 jelöltje szerepel majd a választásokon, köztük minden második nő. A Borsod-Abony-Zemplén megyei 5-ös számú egyéni választókerületi jelölt a fogyatékkal élők érdekeit képviseli majd. Pázmándi János, a Sinosz megyei vezetőjét nyerte meg a párt erre a vidékre. És érdekes volt, hogy például az aláírásgyűjtés neki egyáltalán nem okozott gondot, tehát egy olyan hálózatot mozgat, és annyira szerették őt, hogy ez nem is volt kérdés, hogy ő sikeresen tudja teljesíteni az 500 aláírást. És nagyon szurkolunk neki, mert ő nem csak ennek a térségnek az ügyeit képviselné, hanem nagyon sok fogyatékkal élő emberét, akiknek ugyanaz a célja, mint mindenki másnak, szeretné jól érezni magát ebben az országban, és hasznos embernek akarja érezni magát, és nem közömbösséget, meg hazugságot vár, hanem együttműködést és támaszt azoktól, akiknek az egészsége 100%-ban rendben van. Seres Mária hozzátette, pártjával azon dolgozik, hogy a civil nyomásgyakorlást megjelenítsék az országgyűlésben, ezért szeretnének bekerülni a parlamentbe.